Piaci vásárlások, milyen gyakorisággal vásárolnak az emberek, mennyire esett vissza a forgalom az elmúlt években, és milyen tapasztalatai vannak az árusoknak a témával kapcsolatban. A multicégek mennyire csökkentik a forgalmukat? Miért jobb a piacon élelmiszert vásárolni, mint boltokban? Ennek kapcsán kérdeztük az árusokat, őstermelőket a szekszárdi piacon. Én ezt tegnap este még 7:30-kor szedtem a karfiolt, és akkor volt megpucolva, úgyhogy ez a mai nap tehát abszolút frissen kerül az asztalra. Meg hát minden növény, amit itt látnak az asztalon. Ez tegnapi szedés, nem úgy van, hogy megfordul egyszer tárautóval nagy baniról, tehát nem onnét jön. Úgyhogy legfrissebb árut itt kapják. Nagy József mézet árul, ő számolt be tapasztalatairól. Vásárlók szempontjából elég stagnál a piac. Hát azt látom, hogy fiatalabb korombeli korosztály nem nagyon jön a piacra, és kiöregszik a piac gyakorlatilag. Termékügyileg próbálok minél nagyobb választékot, hogy ide vonzzam a vásárlókat. Van, akinek évről évre egyre rosszabbak a tapasztalatai a piaci árusítással kapcsolatban. Egyre rosszabb lesz ez a piac. Egyre. Most már úgy van, hogy a vásárlók is inkább mennek a nagy marketokban meg minden. Hát egy-kettő még van, aki, hogy úgy mondjam, tényleg a magyart, a ittenit kedveli. Igaz, hogy van amelyik drágább, van amelyik olcsóbb, mint az üzletben, de viszont ez friss áru. Fontos nagyon odafigyelni, hogy mit tartalmaz az a termék, amit meg kívánunk venni. Mi igőstermelők vagyunk és saját terméket árulunk, és azért nem mindegy az, hogy a multiba veszek egy üveg lekvárt, és rá van írva, hogy maximum gyümölcs tartalom 30%, és akkor mi a többi? Én nálam viszont a gyümölcs 100% benne, és akkor nincs többi. Szóval azért vannak szerintem lényeges különbsége. A mindennapi rohanás miatt sokaknak nincs idejük arra, hogy piacon vásároljanak. Pedig ez árérték arányban abszolút nem drágább, és legalább tudjuk, mi kerül a családi asztalra.